Siófokon szerette volna folytatni jó sorozatát a Lombard pápa. Zsivocki Pandell Gyula együttese legutóbbi 4 mérkőzésén nem talált legyőzőre, és a sereghajtó Siófok ellen is a pápaiak számítottak esélyesnek. Jó estét kívánok, kedves nézők! Én is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hát valóban, ahogy Edman Mátyás kollégám mondta, nagyon nagy a tét, bár nagyon sokan már megkérdőjelezik azt, hogy a Siófok bent maradhat az első osztályban. Horváth Károly a siófokiak vezetőedzője és egyben ügyvezető igazgatója azonban nem így látja. Azt mondta, hogy ennél volt már nehezebb helyzetben is a csapat, és hogy most is úgy mennek ki a pályára, hogy bizony megpróbálják, ha nem is most ezen a őszi fordulókban, ami még hátra van, hanem egyáltalán az egész szezonban kivívni a továbbjutást, illetve a bentmaradást egészen pontosan az NB1-ben. Hát nincsenek könnyű helyzetben, meg kell, hogy mondjam nagyon őszintén, hiszen eddig egyetlen egy mérkőzést sem tudtak nyerni, 3 döntetlen mellett 10 vereség egyelőre a Siófok mérlege, és itt van az a Lombard pápa és a kezdő 11, amelyik nyilván azért jött, hogy ő pedig elvigye a 3 pontot a Balaton partjáról. Egyébként érdekesség, hogy mind a két csapat nagyjából ugyanabban a taktikai hadrendben kezdi el a mérkőzést, tehát ugye a 4 védő előtt 2 szűrő középpályás, illetve utána még 3 ember és elől egy csatár Marics személyében. Na most ez egyébként a Siófoknál nagyjából hasonlóan néz ki, csak természetesen ugye a nevek változnak. Minden esetre a siófokiak nagyon elszántak, Horváth Károly megpróbálta beléjük plántálni azt, hogy nincs még veszve az NB1-es tagság, itt pedig a játékvezetői hármas a képen, és azt mondta a balatonparti vezető edző, hogy az utolsó töltényig harcolnak. Íme itt van a hazaiak kezdő 11-e, ahol az egyszem csatár, a kimondott csatár az Jusuf Tajic lesz majd 9-essel, mögötte viszont szintén ugye 3 támogató ember, majd Pál Melzer és Sluka személyében, ugye mögöttük a 2 szűrő és aztán pedig a 4 védő, tehát ez az a bizonyos 4-2-3-1-es felállás mind a két oldalon. A labda mögött Rólen Nyári Tibor, ő fogja elvégezni majd a szabadrúgást, és ott a gól! Megpattanhatott valakin, hiszen Szűcs a másik irányba mozdult. Nyári szabadrúgás góljával a 9. percben megszerzi a Siófok a vezetést. Hát azt hiszem, hogy ha valamikor, akkor ez a gól, ez nagyon jókor jöhetett a Siófoknak, megnyugszanak egy picit legalább. Hát ebből a kamerálásból nem nagyon fogjuk látni, hogy mi is történt, talán innen majd jobban, hogy megcsúszott-e valakin ott a sorfalban, mert hogy Szűcs teljesen a másik irányba mozdult. Sluka tehát, 20. perc, veszélyesen kanyarodik a labda, és Szűcs hatalmasat védett. Majdnem megvolt a második siófoki gól. Szöglettel folytatódhat majd a játék. Óriási bravúr volt ez Szűcs Lajostól, hiszen remekül csavarodott be a labda, és valóban, nem mertem elsőre mondani, bár így láttam, inkább mondom, megvárom a lassítást, hogy egy pápai védő fejéről lett majdnem öngól, hogyha Szűcs nem véd ilyen bravúrosan. Melzer. Pál. 3 gólt szerzett ebben a bajnokságban. Szélyes. Dajics. Többen kérik bent középen, ott a gólhelyzet! És másodjára kell hatalmas bravúrt bemutatni a Szűcs Lajosnak, vagy fogalmazhatok úgy is nyugodtan, hogy ezt nagyobb művészet volt kihagyni Marián Slukának, mint befejelni. Hát onnan 5 méterről ajtóablak zicserben odafejelte volna, ahova akarja. Szűcs azonban nagyon érezte, hogy a jobb felső felé fogja majd fejelni ezt a labdás Luka. Hát ha az összes helyzet bement volna, ugye azzal az előző fejessel, amikor egy Lombard pápa játékos ért hozzá, amikor Szűcs megint nagyot védett, akár 3-0 is lehetne a Siófoknak, és megint ott volt bent középen egy lehetőség. Szöglettel folytatódik majd a játék. De szép volt. Megcsinálta Arsics a lövőcselt, és aztán nem is volt rossz próbálkozás. A pápa eddigi legnagyobb helyzete volt Lazar Arsics lövése után. Kurucnak kellett védenie. Gyakorlatilag ez volt az első védenivalója, komoly védenivalója a Siófok kapusának. Egy lövés megint messziről. Nagyon komoly helyzet volt a Lombard pápa előtt.
Kuruc Péternek kellett hatalmasat védenie Goran Maric lövése után. Ugye itt pattan föl a labda, Maric egy pillanatra nem tudja, hogy hol van, és aztán amikor észleli, hogy merre, akkor félfordulattal ellőtte. Ez jó játék volt eddig, Meltzer, és egy remek indítás Dajicnak, Dajic a 16-oson belül, oldalháló. Egy szembillanás alatt helyzetbe került Jusuf Dajic. Ez jó lehet még, és Luka érkezik a másik oldalon, visszahúzza a Szűcs, mekkorát védett megint. Hát Szűcs Lajosnak ez volt a harmadik hatalmas bravúrja. Hát gyakorlatilag most azt mondom én is, hogy neki köszönheti a pápa, hogy nem szalad bele egy nagyobb vereségbe. És Luka remekül húzza vissza a labdát, és ballal elrúgja, és Szűcs még vetődés közben bele tudott érni. Luka kapja kint a jobb oldalon, ez még veszélyes lehet. Jön a beadás, laposan ott a gólhelyzet, Szűcs hatalmasat véd megint, és ez pedig mellé megy. Hát kérem szépen, ha nem lenne Szűcs Lajos, akkor nagyjából már 5-0-nál tartana a Siófok. Itt van, nincsen les, ott középen beragadt egy védő, és Luka nagyon szépen visszagurítja a labdát. És egy fantasztikus védés, aztán Zamosni próbál duplázni, de ez már nem jött össze. Van még egyszer Pál Szabolcs lövése. Na be tudják-e még ívelni valahogy a 16-os elé? Kecskés Tamás kirúgja a labdát, nem, és ez azt jelenti, hogy a Siófoknak a 14. fordulóban sikerül megszereznie idei első győzelmét. Nagyon nem ment, és egy kicsit értetetlenül állok a dolgok előtt. Meg kell vizsgálni ezt a mérkőzést, hogy miért játszottunk én enerváltan. A 9. percben kaptunk egy szabadrúgás gólt. De én úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésen teljes mértékben erváltan játszottunk. Igazából a Siófoknak volt helyzete, és úgy gondolom, hogy megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést, és gratulálok nekik. Azért vagyok nagyon mérges, mert itt volt egy óriási lehetőség, hogy felzárkozzunk a felsőházba. Most kezdhetünk mindent előről, nagyon-nagyon mérges vagyok. A Lombardpápa a Liga Kupa C csoportjában november 13-án 16 órától a Videotont látja vendégül. November 16-án pénteken 17 órai kezdett el pedig a Diósgyőr vizitál pápán. Az NB3-as labdarúgóbajnokság 13. fordulójában a középmezőnyben tanyázó Újbuda ellen lépett pályára a Lombard 2. Nagy Mihály együttese 1-0-ás vereséggel búcsúzott az őszi szezontól, melyet végül a 12. helyen zárt. A mieink a Nacsa, Enyingi, Németh, Vencel, Molnár, Horváth Tamás, Tóth, Gröber, Horváth Csaba, Somogyi, Páli kezdő 11-en léptek pályára. Szerephez jutott csereként Király, Baldauf és Kovács. Nyomasztó fölényben játszott a pápai csapat az egész mérkőzésen. A vendégek jobb hián kontrákra rendezkedtek be. Egyik kapusán forgott igazán veszélyben, jobbára mezőnyjáték folyt a pályán. A második félidő 10. percében egy kapu előtti kavarodást követően megszerezte a vezetést az Újbuda egy erősen vitatható találattal, melyel végül meg is nyerték a találkozót. Hát ez nem egy véleményes találat volt, ez óriási bírói tévedés volt. Én megdicsértem a játékvezetőt itt a végén, hogy korrektül levezett a mérkőzés különösebb hiba nélkül a mezőnyben, de hát az óriási hiba volt. Hát ez megadott egy olyan faltot az ellenfélnek, ami én gondolom, hogy majd a felvételen látszik egy teljesen tiszta szerelés, utána belőtt labdát az ellenfél kézzel ütötte oda a társa elé, és akkor minden további nélkül megadta a gólt, hát ez nevetséges. Tehát ezen kívül a Újbudának nem volt helyzete, nagy fölénybe játszottunk, de nagyon gyenge volt a csatárjátékunk, tehát gyakorlatilag a támadóink elő semmit nem tudtak hozzátenni, és ezért nem tudtunk ebből többet kihozni, de összességében jó teljesítményt nyújtottak a gyerekek, jól játszottak. Mennyire elégedett az őszi teljesítménye? Hát azért ez egy mélyebb elemzést igényel, hogy az őszi teljesítménye mennyire vagyok elégedett. A lényeg, hogy azokon a mérkőzéseken, amikor
gyakorlatilag sima vereséget szenvedtünk, ez két mérkőzés volt, a Balatonfüred, illetve az Andrásid elleni idegenbeli mérkőzés, ezen kívül minden mérkőzésen vagy győzelmi, vagy pedig x-es esélyeink voltak, de mindig egy-egy góllal mindig elcsúsztunk. Több oka van ennek, ez most egy fél percben nyilván ez nem fér bele, az egyik legnagyobb probléma az elvesztett mérkőzéseken, hogy úgynevezett kényszerített hibából 8 gólt kaptunk, ami azt jelenti, hogy mi birtokoltuk a labdát, a mi védőink volt a labda, és mindenféle zavaró körülmény nélkül az ellenfélnek odapasszoltuk a labdát a kapunktól 20-25 méterre, és ezeket mindet bebüntették. Lényegesen több volt ebben az őszi szereplésben, de nyilván fogunk erről még majd beszélgetni, mert azért ezt egy mondatban elrendezni nem lehet, azért ez ennél sokkal többet igényel. Mi az oka annak, hogy hétről hétre meddő a mezőnyjáték, a támadójáték? Hát mert ilyen képességűek a támadóink. Hát most a két támadónk közül a Horváth Csabi a bajnokság elején két mérkőzésen megvillant, azóta se gólt, se gólpasszt adni nem tudott. Hát a Páli Márk szegény meg ő dolgozik, csinálja, teszi a dolgát, kiváló formába kezdte a szezon, szeptember közepétől három műszakban dolgozik egy gyárba, van mikor éjszakás műszak után, meg délutános műszak után egyáltalán edzeni nem tud, így nem lehet futballozni. Tehát így komoly munkát végezni nem lehet, sajnálom, mert tényleg ő az egyik legjobb állapotban lévő játékos volt, és nagyon jól kezdte a szezont, de hát gyakorlatilag Most látom rajta azt így másfél hónap után, amióta dolgozik, hogy nem tudja ezt a kettőt ilyen szinten csinálni. Nagyon nehéz. Nem tud olyan produkciót nyújtani, ez teljesen egyértelmű. És a másik az, hogy én hiába szeretnék másokat betenni, nincs más játékosom. Tehát mi mérkőzésenként visszajátszók nélkül 10 vagyunk, ehhez jön még hozzá 3-4 ifista, akik a tegnap mérkőzésen Kecskeméten játszottak, és így alkotjuk hétről hétre a csapatot. Hogyan tovább, mi várható még a csapatnak a idei esztendőben? Nincs több mérkőzésünk, 2 hétig edzünk még. Gyakorlatilag mozgásba kell maradni, mert nagyon rövid volt ez a szezon, nagyon hamar befejeződött, és utána elmegyünk, nyilván a többi utánpótlás csapattal együtt elmegyünk mi is, ugyanúgy, mint a többi szabadságra, vagy nem tudom minek nevezzem, pihenőre, és majd január közepén kezdünk el újra dolgozni. Az NB2-es kézilabda bajnokságban a Bakonyerdő Pápa a Sereghajtó Tapolca együttesét fogadta a Városi Sportcsarnokban. Kapcsándi Zsolt csapata igazolta az előzetes elvárásokat, és 10 gólos könnyed győzelmet aratott. Az első félidő derekán látott kisebb megingástól eltekintve magabiztos győzelmet aratott a Bakonyerdő Pápa csapata. A pápai kézisek minden csapat része jól működött, Körli Norbert a kapuban sok zicsert hárított, Reisinger Szabolcs vezérletével a védekezésre sem lehetett panasz. A támadójáték is hatékony volt, így a hazaiak 28-18 arányban győzték le a Tapolcát. Hát igen, végig uraltuk a játékot, amit elterveztünk, az be is jött, védekezésbe váltottunk, ez hozta a sikert. Volt az első félidő közepén talán egy kisebb megingás, amikor 4 góllal vezetettek, aztán az ellenfél kiegyenlített, mi volt ott a probléma? Úgy gondolom, hogy képesek vagyunk belealudni, tehát kicsit még szokatlanul kezeljük azt, hogy mi akár 4 góllal is vezethetünk már a fél idő előtt. Kicsit meglepődtünk, időt kért az ellenfél, még rendezni tudták a soraikat, de hát ennyire tellett ebből. Hát ugye sokáig úgy nézett ki, hogy a találkozó nem kerül megrendezésre, ugyanis a Tapolcai Sportegyesület vezető emberei nehezményezték azt, hogy a sportcsarnok intézményében 2000 forint kaukciót kell fizetni az öltöző kulcsokért. Ugye próbáljuk elkerülni azokat az eseteket, hogy eltudjanak az öltöző kulcsok, és akkor zárat kelljen cserélni, ami az intézménynek egy egyértelmű kiadás. Ez sokáig problémát jelentett, úgy volt, hogy át sem öltöznek, nem veszik át a kulcsokat, és erről írásos versenyjelentést is készítettek, gondolom. A szövetségben is legalább egy jót mosolyognak ezen a történeten, mint ahogy mi is tettük. A 18 kapott gól azért az nem sok. Ez a védekezésnek is tudható be, vagy Körli Norbert ma jó napot fogott ki? Hát Körli Norbert már az egész bajnokságban nagyon jó napokat szokott kifogni, tehát az elmúlt 8 fordulóban úgy gondolom, hogy messze a legjobb kapus teljesítményt hozza, bár ugye még az összes kapussal nem találkoztam, de azt bátran mondhatom így kicsit hazabeszélve is, hogy kiemelkedik ebből a mezőnyből. Meg az 5-1-es védekezés bejött nekünk, tehát Reisinger Szabolcs középen a védekezési hibáinkat kijavítva hősiesen felvállalt komoly ütközéseket. Ugye a Tapolca eddig nem valami jó mérleggel rendelkezik, hiszen még pontjuk sem volt. Egy ilyen csapat ellen hogy készültek fel, mennyire kell rendet tenni a fejekben ilyenkor? Ugye ennek a csapatnak nem csak pontja sportcsarnoka sincsen, sok problémával küzdködnek ők, ennek ellenére próbálják mindenkinek megnehezíteni a helyzetét. Nagyon kemény és nagyon kellemetlen ellenfél ők. Hát nagyjából ismerjük őket, tehát azért mi már régóta nagy riválisként
küzdünk a bennmaradásért. Ez, hogy nincsen edzésük, és csak meccseken tudnak gyakorolni, ez látszik, jelentősen megfiatalodtak, tehát mondhatni, hogy ebből a junior csapatból próbálnak most egy ütőképes gárdát kihozni, de hát, mint látszik, edzés nélkül ez azért nagyon nehéz. Következő mérkőzés? Következő mérkőzés ismét egy hazai, az utolsó hazai meccsünk a szezonban. Érkezik a Szese Győr 2-es alakulata. Itt ugye nagyon kérdéses, azért ilyen hullámzó az eredménye a Szese Győrnek, mert minden attól függ, hogy az NB1-B-s nagy csapatból ki tud lejátszani kettős igazolással. Ha egybeesnek a meccsek, akkor ugye könnyebb dolgunk van, viszont hogyha külön vannak, akkor az NB1-B-s keretnek jó része lejátszik az NB2-be is. Múlt héten Harcos Bertalan sérülés szenvedett, mit tudhatunk róla, kiderült-e már valami az ő állapotával kapcsolatban? Igen, hála Isten nem annyira komoly a sérülése, mint ezt előre látni lehetett. Hétfőn megkezdő teljes intenzitású edzéseket. Említsük meg a nézőket is, hiszen talán mondhatni, hogy hétről hétre egyre többen nézik a meccseiteket. Igen, és úgy gondolom, hogy egyre inkább ki is tudjuk őket szolgálni. Tehát eddig az volt, hogy görcsösen ragaszkodtunk ahhoz, hogy nyerjünk, és igazából csak ez próbált minket érdekelni. Tehát annyi problémával küzdködünk mi is amatőr csapat révén, itt a megélhetés és tét munka mellett az emberek ide próbálják elhozni a problémájukat, hogy levezessék itt nálunk a feszültséget, és jól esik, ha támogatnak minket, és rájöttek végre arra a srácok, hogy ahhoz, hogy valamit visszakapjunk a nézők, ahhoz adnunk is kell valamit. Ez nagyon jó működik. Én köszönöm az összes szurkolónak, akik most már hétről hétre támogatnak minket. Nagyon szép számban értük, érdemes kilátogatni ide, ha másért nem is. Igazából nagyon nehéz volt erre a meccsre felkészülni. Ugye kevesebbet tudunk edzeni. Hát az elmúlt két hétben talán 3 edzésünk volt. És igazából edzésen is kevesen szoktunk lenni. Hát ez szerencse kellett, ugye a csapat végre összeállt, rosszul kezdődött ez a szezon, ugye Móról leixeltünk, utána volt 4 vagy 5 vereségünk, és ugye itt a Hortól kezdve egyre jobban kezdtünk mind védekezésbe, mind támadásba összeállni. Hát szerencsére, hogy sikerült ezt a meccset megnyerni. Még lesz egy hazai meccsük ugye a jövő héten, az győri meccs, az se lesz egyszerű, de reméljük, hogy ott is meg lesz a 2 pont, és akkor az utolsó 2 meccset pedig már nehezebbek leszek, de ott is talán, ha 2 pontot elhozunk, akkor a 8. hely előtt tudjuk zárni az őszi szezont, és ezzel mind az edző, mind szerintem a város vezetősége meg lenne elégedve. Azt hogy éled meg, hogy gyakorlatilag hetek óta te viszed a hátán a csapatot? Hát nehéz, de ugye ehhez kell egy csapat. Ugye szerencsém van igazából, mert a lövések nagy része bement, de ha nem lennének ilyen jó társai, mint akik most vannak, akkor nehéz lenne így vinni a csapatot. Áll az égnek eddig összejött, reméljük a továbbiakban is jól fog menni, de továbbiakban is azért tartom magamat, hogy azért a többiek is kellene ehhez a jó szerepléshez, ami nekem megy most. Hol várod a csapatot az őszi szezon végén? Mivel lennél elégedett? Hát én az első 8 hely, ugye az volt megbeszélve. Ha a 7. helyet sikerülne megcsípni, akkor szerintem azzal meg lennék elégedve. És akkor tavasszal már könnyebb lehetőségünk lenne. Ugye volt itt, hol sajnos a TF elleni vereségünk. Ugye ha az a 2 pont is megvan, akkor már nem 9-ek vagyunk, mint most, hanem akkor ott vagyunk a 8.-7. helyen. Sokkal könnyebb lenne feljutni, és akkor már 5-ek is lehetnénk. De a 7. helyen elégedett lennék most össze. A juniorok is kezdenek magukra találni, hiszen legutóbbi 2 mérkőzésükön győztesen hagyták el a játékteret. A házi gólkirály, Kapcsándi Kristóf a kezdést megelőzően már 51 gólnál járt. Igazából szerintem ez a 10 gól, ez a játékképe alapján, hát nem volt ez annyira sima, mint aminek látszott. Hát szerintem ezt a védekezésünkkel nyertük meg ezt a mérkőzést, mert 60 perc alatt 18 gólt kapni, az szerintem az tökéletes. Meg van mellette ugye ez a 28 gól, támadásunk is most végre kijött. Nekünk ez nagy hibánk volt, meccsről meccsre, hogy a támadó játékunk nem úgy muzsikálta, hogy kellett volna. Most összeállt a védekezés, támadás, és ennek köszönhető, hogy a végére a tapolcaiak el is fáradtak, szervezette játszottunk. Tényleg abszolút azt mondom, hogy mindenki kitett magáért, a kapustól a cserepadig mindenki. A saját teljesítményed, de mennyire vagy elégedett? Hát ez egy nagyon jó kérdés, igazából ez a szezon egyelőre még nem az enyém. Dolgozok rajt, plusz munkákat végzek, és szeretném a régi önmagamat elérni. Hát talán úgy veszem észre, hogy meccsről meccsre talán egy kicsit jobb, de hát az ember mindig egy kicsit többet szeretne a teljesítményétől, mint ami általában mindig. Szóval, hogyha nagyon jónak érzi az ember, még mindig egy kicsit többet szeretne, és így nagyon nehéz.
Hát igazából a juniorunk volt egy edzőtábor nyáron, szóval mi ezt elhatároztuk, hogy idén is nagyon kemény munkát végzünk, és mindent megteszünk, hogy bajnokok legyünk. Sajnos három olyan mérkőzésünk volt, ahol egyszerűen nem értettem, hogy mi történt, ugyanis ugyanúgy készültünk, mint a többi mérkőzésre. Edzés látogatottságban is ott volt mindenki, csináltuk keményen. Egyszerűen nem tudok rá magyarázatot adni, hogy azon a három meccsen mi volt. Most azt el kell már felejteni, most azon már nem tudunk mit csinálni, majd tavasszal azt a három csapatot meg kell verni, és akkor még akár jó is lehet. Nem sokára kezdődik a mérkőzés a Polc elleni, mit vársz a csapattól, milyen játékerőt képvisel az ellenfél? Hát tudni kell minden csapatról, hogy senkit sem szabad leírni. Papíron mi vagyunk az esélyesek, de ezzel nem szabad foglalkozni, mert a Tapolcában is vannak olyan játékosok, akik egyénileg képesek bravúrra. Szóval szerintem itt is kell a 100%, mind támadásban, mind védekezésben, hogyha nyerni szeretnénk. Mindent megteszünk. A juniorok 15 hetes félidőt követően 33-16-os győzelmet arattak. A Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás iskolai programjának őszi tornáját rendezték meg a Spartacus pályán. A második, harmadik és negyedik korcsoport kispályás tornán vett részt, míg a legkisebbeket Grassroots Fesztivál várta. Az első osztályosoknak 6 részből álló játékos feladatsort alakítottak ki a szervezők. A nagyobbak 4+1 fős, 1x15 perces kispályás mérkőzéseket játszottak. A gyermeklabdarúgás átalakulásával most már talán azt mondhatjuk, hogy végre helyére került az iskolai rendszerű labdarúgás is, hiszen egységesen az MLS irányítása alatt működik az intézményi program keretében az iskolai labdarúgás, egyesületi keretek között pedig az egyesületi labdarúgás utánpótlása. Most tulajdonképpen az intézményi program őszi tornája zajlik, aminek a lényege az, hogy az első korcsoportosoknak, tehát az első második osztályos gyerekeknek nem torna jellegű, hanem Grassroots Fesztivál, tehát egy játékos edzés jellegű feladat sor mintájára készült feladatokat kell ugye a gyerekeknek végrehajtani, míg a második, harmadik, negyedik korcsoportosok 4+1-es, most már egységesítve 4+1-es keretek között játszanak. Azonos méretű pályán 20x40-es, 2x3-as kapura. Talán úgy tűnik, hogy ez a sokrétűsége, ami a szabályrendszer tekintetében mostan követhetetlené vált, helyre rázódik és talán egységesül, és akkor követhető lesz minden egyes bármilyen diákolimpiai, egyesületi vagy éppen intézményi program keretein belül. A Grassroots Fesztiválon belül milyen feladatok vannak? Hát 6 helyszínen zajlanak a történések, 3 helyszínen 4-4 játékot játszanak a gyerekek. Van egy labdás koordinációs rész, van egy mozgás koordináció, ahol labda nélkül különböző feladatokat hajtanak végre, és van egy ilyen kapura lövéses különböző feladatokat leküzdő rész. Mennyire hasznosak ezek? Hát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy egy jó edzésnek egy jó összetett edzésnek felel meg, hiszen több helyszínen, többféle feladatsorral foglalkoznak a gyerekek. Hát a labdarúgás megszerettetése, a labdabiztonságnak a növelése alapvetően ennek az egész dolognak a feladata az, hogy a gyerekek jókedvűen mozogjanak, jól érezzék magukat, közösségben legyenek, hiszen az összes gyerek részvételével zajlik, aki ebben a korosztályban szerepel, tehát ebből minden a legügyetlenebb gyerek is kivehetje részét, és hát ha nem is tökéletesen hagyja végre a feladatokat, de mégis igyekszik a többiek hatására minél tökéletesebben végrehajtani. Hát ugye intézményi program keretében belül iskolák nevezésével indul ez az egész szervezés. Most már azt kell mondani, hogy hosszú évek óta 3 város és 4 vidéki intézmény van az intézményi programban. Vaszar, Csót, Pápadereske és Városlőd van vidékről, illetve az Erkel, a Munkácsi és a Vörös iskola csapatai vesznek részt ezeken a tornákon. Van úgy, hogy majdhogy nem minden intézmény csapata szerepel, van olyan, ahol csak sajnálatos múlva idén 2 intézmény nevezett be az adott korosztályba. Ez a kupa ez felmenő rendszerű, tehát akik így győznek, itt folytatják valahol? Eddig így működött a rendszer, de idéntől kezdve úgy tűnik, hogy átállnak arra, hogy nem felmenő rendszerben, tehát kimarad a megyei forduló a körzeti tornákat követően,
és az országos torna, hogy eddig tanézáró fesztiválként a megyei győztesek kerülhettek fel az országos tornára. Az országosra meghívásos alapon kerülnek fel csapatok megyénként. Hogy ennek milyen lesz a hosszú távú rendszere, ezt most én meg nem tudom mondani, de úgy néz ki, hogy most erre áll át a labdarúgásunk. Tavaly egyébként ez hogy sikerült itt a pápa-pápa környékieknek? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy minden, jóformán minden, ez így, persze nem igaz, de majdnem minden intézményből voltak eredményesek, hiszen első, második, harmadik helyen vidéki csapatok is szerepeltek, illetve a városiak is. Hát bizonyos korosztályban a Munkácsi iskolának talán a legerősebb a csapata, hiszen ott más évek óta labdarúgó osztály indul. Ezek a gyerekek az utóbbi időben egyre inkább elmaradnak az intézményi program és egyesületi programba vesznek részt, akik igazoltak. És ugye természetesen, mivel 5.-6.-tól igazoltak, nem játszhatnak az intézményi programon belül, ez lehetőséget nyújt azoknak a gyerekeknek, akik ugye nem annyira ügyesek, hogy egyesületi programon belül szeretnének vagy tudnának futballozni. Én úgy gondolom, hogy mindenki számára előnyös, hiszen bővül a gyerekeknek a száma ezáltal. Hogyan folytatódik ez a kiírás? 3 kötelező tornánk van körzeten belül, az őszit követi egy téli torna, és a téli torna követően van egy tavaszi. Az őszi tornán a Vörös Iskola a 4. korcsoportos lányok és fiúk tornáját is megnyerte. A 2. és 3. korcsoportos fiúknál Városlőd utasított mindenkit maga mögé. A Pápai Egyesített Labdarúgó Klub 4 együttesének találkozójára látogattunk ki múlt héten. Csapataink mindössze 1 ponttal gazdagodtak, a 4 tétmérkőzésen mindössze 2 pápai találat született. Szerdán U19-es és U17-es csapataink Mosó-Magyaróvár együtteseit látták vendégül. Jevgenyi Baranov erősen tartalékos csapata megszorítani sem tudta a vendégeket, 8-0-ás vereséget szenvedtek. Kálmán Istvánékra sem várt egyszerű mérkőzés, a 3. helyezett csapattal találkoztak. Sajnos rossz szériában vagyunk, mert 3 vereség, meg 2 döntetlennel vagyunk. Ezek között volt olyan mérkőzés is, ami nyernünk kellett volna, hozzunk kellett volna az eredményt, de sajnos ez nem sikerült. Voltak személyi problémák, felelőtlenségek, kiállítások, ami minket megtizedelt egy kicsit. Mai nap vagyunk olyan állapotban, amikor mindenki a kiállítását letöltötte, egészségesek vagyunk. Igaz, hogy az edzettségem az most kevés volt, egy kicsit kevesen látogatták, iskolai elfoglaltságok és betegségek miatt. Hát ugye majd most meglátjuk, hogy ez mire lesz elég Mosó-Magyaróvár ellen. Az elmúlt hetek sikertelenségei mennyire nyomták rá a bélyeget a hangulatotokra? Az igazság, hogy a kudarcokból abból építkezni kell, próbáljuk javítani hibákat, és előre nézünk. Most ha hátra nézünk, hogy keseregnénk, akkor nem tudnánk építkezni, jövőt nem tudnánk felépíteni. Mindig a következő mérkőzésre gondolunk, arra dolgozunk, és azt próbáljuk megnyerni. Ma pedig ugye Mosó-Magyaróvár az ellenfél, már többször beszéltünk róla, milyen játékerőt képviselnek, mire számítasz ma? A táblázat alapján elég előkelő helyen foglal helyet, 3. helyen 28 ponttal. Nagyon jó a rugott góluk, és nagyon kevés a kapott góluk, 60 és 13. Nagyon az edzőtársaktól hallottam, hogy nagyon jó csatársoruk elől, nagyon jó képviselik a támadójátékot. Megpróbálunk mindenképpen egy kontrára építeni, zárt védekezésbe, és abból indulunk el. Megpróbáljuk azt az embert, azokat az embereket, akik meghatározó egyéniségek a csapatukban semlegesíteni, és mindenképpen a győzelemre törekszünk. Mennyire vannak testi fölényben? Hát megmondom őszintén, az ellenfelet itt nem igen nézgettem még, meg szerintem ez nem is szokásom. Én csapatot mindig úgy készítem fel, hogy nem az ellenfelet kell figyelni, hanem mi játékunkat kell játszani. Ha nem az ellenfelet figyeljük, nem azt nézzük, hogy magasak és erősek, hanem mi akkor onnantól kezdve földön játszunk, és gyors játékkal megpróbáljuk őket így semlegesíteni, mivel magasabbak, darabosabbak lehetnek, gyors játékkal megpróbáljuk ezt játszani, hogyha alacsonyabbak, akkor egyértelműen akkor erőfölényünk is van, és azt kell alkalmazni. Szóval sosem néztem azt, hogy hoppá, ez magas játékos, hoppá, ez magas ellenfél, hanem tényleg ahhoz, az ellenfélhez kell alkalmazkodni, és a mi játék
stílusunkat kell rájuk erőltetni. Nem sokára vége az őszi szezonnak, hogy számolsz a hátralévő mérkőzésekkel? 3 hátralévő mérkőzésünk van, abból a mai a Moson-Magyaróvári, utána megyünk Sopronba, egy elég kemény mérkőzés vár ránk, első helyzethez megyünk, és utána haladással zárjuk az őszi szezont. Ugye ebbe az éve kaptam meg ezt a csapatot. Feladataim köré azt határozták meg a vezetőség, hogy először is próbáljunk megépítkezni, és utána majd mindenképpen eredményeket. Hát jobbra gondoltam, ahogyan tervezgettem ezt a szezont, mindenképpen előbbrébb szerettem volna a 9. helynél lenni, de nem kell elcsüggedni, dolgozunk tovább. A létszámomat így elég szépen tudtam növelni, ezekből az emberekből fogok majd most dolgozni. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel ért véget, a miénk góljait Katona Róbert és Gyenge Dávid szerezték. Szombaton délelőtt az U13-as és U15-ös csapatunk Baja ellen lépett pályára. Snellbach Imre csapata 1, míg Orovec András legénysége 2-0-ra maradt alul a vendégekkel szemben. Hát elégedett nem lehetek, nagyjából a számításaim szerint alakultak itt az eredmények. Ugye egy győzelmet sikerült szereznünk. És elég hullámzó teljesítmény nyújtunk sajnos, nem tudunk egy-egy mérkőzés össze tudjuk magunkat kapni úgymond, de hát mentálisan sajnos nem bírjuk ezt a szintet fontosan tartani. Mint ahogy mondtam én, egy-egy mérkőzésre fel tudunk állni, szervezetten tudunk játszani, fegyelmezetten tudunk játszani, a következő meg teljesen szétesően, tehát nagyon ingadozó a játékunk sajnos. Mennyi időt veszel a munkából az, hogy mentálisan felkészíts a srácokat? Hát próbálja az ember ugye ráfordítani nagyobb hangsúlyt, aztán több-kevesebb sikerrel igazából, mint ahogy mondtam. A mai mérkőzés is, tehát már hét elejétől fogva szugeráltam őket, ugye az utolsó helyezett csapat volt a vendégünk, koncentráljunk oda, fegyelmezettek legyünk, merjünk játszani, bátran próbáljuk meg véghez vinni a dolgokat, a támadásokat felépíteni. Ami ugye egész évben sajnos nem sok lehetőségünk van rá, hiszen azért jóval erősebb ellenfelekkel játszunk, hát ma ez ki is derül, ráadásul az elején rögtön egy olyan fegyelmezetlenséget, amit teljesen érthetetlen, piros lappal kiállítja a játékvezető a játékosunkat, emberhátrányba kerülünk, a következő szabadrugásból egy hosszú behulló labdából a hátrányba is kerültünk. Amikor nekünk kellett volna dominálni, ugye mondtam, aztán az már sajnos nem ment. Birtokoltuk többet a labdát, de a végén pontatlanok voltunk, a 3 vagy 4 kapussal szemben levő zicserünket kihagytuk, a lövésekkel nem találtuk el a kaput, úgyhogy nagyon mérges vagyok most emiatt a mérkőzés miatt is. Hát mondom itt a bajnokság folyamán is, hogy nem tudunk egy egyenletes szervezet jó teljesítmény nyújtani. Van még hátra egy mérkőzés, azon mit lehet várni a srácoktól? Kaposvári mérkőzésünk van, Kaposvár is közvetlenül előttünk van. Ott megint mondhatnám azt, hogy esetleg pontok reményében lépünk pályára. Ugye itt lesz a mérkőzés 2 hét múlva. De hát így az egyik legjobb játékosom álltatta ki magát sajnos, rá nem számíthatunk biztosan. Megpróbálunk a legjobban felkészülni, felállni, és hát kicsit fegyelmezettebben, mint ahogy most tettük a mai mérkőzésen, és akkor esetleg még tudunk esetleg itt valami pontot szerezni. Nagy Mihály kilátogatott a csapatok mérkőzésére, értékelését az U19-es csapattal kezdte. Gyakorlatilag azon a mérkőzésen olyan játékosok játszottak, akik egyáltalán nem járnak edzésre, csak mérkőzésen szerepelnek, tehát a keretben vagy a létszámgondokat megoldandó járnak el a mérkőzésekre, ilyen játékos 5 lépett pályára, ráadásul nem volt kapusunk sem, tehát igazából egy kisebb korosztálynak a kapusa kellett, hogy beálljon, mert a hétközi forduló iskolában volt a horvát Marci, ő sem tudott rendelkezésre állni, tehát ezek a játékosok játszottak. Ugye ez a 94-es korosztály, ebből a Király Boton, Gröber, Vencel, mind nálam vannak, Szabó sérült, egy lényegesen erősebb korosztály ez, de ezek a játékosok nem szerepelnek már ott. Illetve akik a 18-as kiemelt bajnokságban nem kerültek be az utazó keretbe, vagy kevesebbet játszottak, azok szerepeltek ezen a mérkőzésen. Túlzott ez az eredmény, de túlzottan nagy jelentőséget nem tulajdonítunk nekik. Szerdán volt még az U17, a Kálmán Pisti csapata 2-2-es döntetlent ért el a Moson-Magyaróvár ellen.
Láthatlanban nem szeretnék semmit sem mondani, mert Pistével nem beszéltem még erről a mérkőzésről. Ejtettünk már szót, de személyesen nem beszéltük még ezt át. Én nem láttam a mérkőzést. Úgyhogy, hát nézze, ez a csapat a tavaly a 96-os gárda a kiemelt bajnokságban gyakorlatilag végig szenvedte az egész évet. Most ehhez képest azért vannak győzelmeik, vannak döntetlenjeik. Én azt gondolom, hogy ezeknél a gyerekeknél minden apró részüket meg kell becsülni. Most az, hogy a második félidő jelentős részét 10 ember ellen játszották, most azt igazából innen megmondani nem lehet. Tegnap láttam a Haladásnak a mérkőzését, a Haladás 8 ember ellen szenvedett hazai pályán, tehát nem, persze természetesen előny ez tiszta, de én így láthatatlanban nem tudom megítélni, hogy most az mennyire jogos felvetés, hogy 10 ember ellen be kellett volna húzniuk a mérkőzést, vagy nem. Persze természetesen a futball alaptörvénye szerint 10 ember ellen illik megnyerni egy mérkőzést, de így láthatatlanban nem tudom milyen képességű volt az ellenfél, lehet, hogy idősebb játékosok is voltak, jobb képességű, nem tudom. Tehát így nehéz megítélni. Ezért inkább nem mondok véleményt. Tegnapi napon pedig két szerényebben szereplő korosztályunk lépett pályára itthon Baja ellen. Mind a két mérkőzésre kilátogattam. Az első fél időt láttam az U13-asoknál, ez egy teljesen kiegyenlített mérkőzés volt. Aztán végül is 1-0-ra kikaptunk. A második fél időt már nem láttam, az elsőt néztem meg, mert azért mind a két, egy időben volt a két mérkőzés, és mind a kettővel akartam kapcsolódni. Voltak kifejezetten ügyes dolgok az U13-as gyerekeknél. Ez hasonló szintű csapat volt, mint a mi csapatunk. Egy pekhes góllal kikaptunk 1-0-ra. Ami sokkal fontosabb, hogy a Schnellba, aki mi azt a feladatot kapta ennél a csapatnál, hogy stabilizálja ezt a korosztályt, és ez az ősz annak a jegyében telt el, hogy mind létszámilag, mind minőségében azért a korosztály stabilizálja. Tehát lényegesen nagyobb létszámmal kezdik ők már el a tavaszi idényt, mint ahogy kinéztek az elmúlt fél évben. Azt látom az Iminek a tevékenységén, hogy harsányabb, már nyersebb, tehát teljesen más ember áll most már a vonal mellett, mint amint aki a kezdetén csöndben nézegette a játékot. Tanulja ezt a szakmát, én bízom benne, és azt mindenképpen pozitívum, hogy nagyon szépen összerakta ezt a gárdát létszámilag egyelőre, és majd a minőségről majd azután beszélhetünk, hogyha már megfelelő létszámmal dolgozik ez a korosztály. Az U15-ös meccsre jöttem át, hát gyakorlatilag a második fél időt láttam, annyit láttam, hogy végig nyomtunk, végig támadtunk, egy térfélre folyt a játék, és ennek ellenére az ellenfél vezetett 2-0-ra, mire én átértem már 2-0-ra, tehát én nem láttam a két gólt, de azt tudom, hogy 10 emberrel játszottunk, és 10 emberrel is végig támadtuk a mérkőzést, nem tisztem megítélni a kiállításnak a tényét és jogosságát. A szemtanúk állítása szerint a kiállítás az a mi részünkről jogos volt. Az ellenfél utárugásért nem kapott ott sárgalapot, majd utána ugyanez a játékos, aki második fél időben szabálytalankodott, sárgalapot érően őnek is el kellett volna hagynia a pályát. Ettől függetlenül azt mondom, hogy van érték ebben a 98-as korosztályban is szereplésének dacára, tehát egy-két olyan játékos azért van, aki több annál, hogy ne fejlődjön. Az viszont szomorú tény, vagy nem tudom, hogy mennyire üdvözítő, hogy akadémiák két-három gyerekünket is ebből a korosztályból is megkerestek, és sajnos azt kell mondanom, hogy a többi korosztályainkra is ez vár, mert már most jelezte több akadémia, hogy mit tudom, hogy be fogják támadni, most direkt nem mondom, hogy melyik korosztályunkat. Sajnos a jelenlegi törvények alapján tehetetlenek vagyunk. Tehát úgy néz ki, hogy az óvodás programunkból kijövő igen jó korosztályaink sajnos célpontokká fognak válni. Hát kérdés az, hogy itt Pápán milyen körülményeket tudunk teremteni ahhoz, hogy ezek a gyerekek itt maradjanak, milyen szakmai hátteret és milyen létesítmény hátteret ahhoz, hogy tényleg olyan körülmények között dolgozzanak, mint bármelyik akadémián, családi körben, és akkor Király Botondék példáján elindulva talán nem kell elmenni akkor Pápáról. Tehát visszatérve a mérkőzésre, azt láttam, hogy 10 emberrel nyomtunk, nem játszottunk rosszul, fölénben játszottunk, domináltunk a meccset, de gyakorlatilag a kaput nem találtuk el, rengeteg lövés és helyzet volt, és nem azért nem tudtuk a meccset megfordítani, illetve nyerni, mert véletlen az ellenfél kapu, nem találtuk el a kaput egész egyszerűen. Sok lehetőség volt, láttam. Idei utolsó versenyét rendezte meg a Pápa és Vidéke Horgász Egyesület a Borsos-Győri Kékvízű tavon. A Vári Dekor kupára idén is szép számmal neveztek a horgászat szerelmesei. Ragyogó idő fogadta vasárnap délelőtt a versenyzőket Borsos-Győrön.
A közelmúltban 14 mázsa pontyot és 4 mázsa kárászt telepítettek a tóvízébe, bár a fogásokon ez nem látszott meg, mondta el Farkas Zoltán, az egyesület elnöke. 10 órakor kezdtünk, egész szép számmal jöttünk össze. Jó, ahogy mondtad, nagyon jó időnek örvendünk. Sajnos a halak ismét nem úgy gondolták, ahogy mi szerettük volna. Nagyon szerény a fogás, telepítésünk az nagyon jól sikerült, az őszi telepítésünk. 14 mázsa pontyot sikerült kihelyeznünk ebbe a tóba, 4 mázsa kárász mellett, úgyhogy valami oknál fogva ismét nem úgy gondolták, ahogy a versenyzőink eltervezték, de fogások azért lettek, nem tudom, várjuk a végét, meglátjuk, hogy mi sikeredik. Az egyesületnek hogy sikerült a 2012-es esztendő? Hát a versenyszezon tekintetében vegyes, eléggé megoszlik, ugye, mint beszéltük, annak idén beszéltünk róla, ugye a jubileumi versenyünk az nem úgy történt, ahogy szerettük volna. A többi versenyünk az egész jól sikerült, úgyhogy jövőre is folytatjuk, és nincs megállás, mint telepítés tekintetében, mint pedig a verseny tekintetében továbbra is így folytatjuk az évet. Sajnos el kell, hogy mondjam, hogy a halárak nagyon az egekbe szöktek, a tavalyi évhez képest jelentős növekedést tapasztaltunk, ez látszik a telepítéseinkben is. Sajnos a ponty telepítésünk az meghaladta a tavalyi évit, viszont a vegyes hal telepítésünk, vegyes keszek telepítésünk az jóval a tavalyi év alatt maradt számszerűleg, több 10 mázsával tudtunk kevesebbet telepíteni, mint a tavalyi évben. Ugye ez a jelentős haláremelkedésnek köszönhető. Ez sajnos a jövőben sem lesz másképp, úgyhogy valamerre el kell mozdulni az egyesületünknek. Mi várható még a 2012-es évben, meddig horgászható a tó? A tavak addig horgászhatóak, amíg úgymond le nem deszkázzák a vizet, horgász nyelven, tehát amíg be nem fagy, mi kint kitartunk, mi kint vagyunk, folyamatosan horgászunk a legvégsőkig a vizeinket. Térjünk vissza kicsit a mai kupára, milyen szabályok vonatkoznak? Szabályokról annyit lehet tudni, egy volt egy horog, tetszőleges horgászmódszerrel horgásznak a versenyzők, és lényegében ennyi. A Vári Dekor Kupa végeredménye. Harmadik lett Kis Ervin, második Kis Robert, első pedig Farkas Zoltán, 19 kg-os teljesítménnyel. A legnagyobb hal kifogója Kis Ervin volt, aki egy 6,1 kg-os pontyot tehetett a szákjába. A Hétcsillag Egyesület Cikáda szakosztálya a hagyományoknak megfelelően idén is ostormenettel búcsúztatja az óévet. Az évvégi tervekről az Egyesület elnökével beszélgettünk. A szakosztály egy régi hagyományt igyekszik idén is feleleveníteni, ám a korábbiaknál egy nagyobb méretű rendezvényben gondolkodnak. Régen ugyanúgy a különböző ünnepnapokon, jeles napokon ostorpattogtatással, csattogtatással köszöntötték, hogy adtak tiszteletet annak a napnak. Hát ezen belül ugye szerencsére már ugye ennek vannak előzményei pápán is. Hát tudni kell azt, hogy ez a hagyomány, úgymond, amit szeretnénk felelőtteni, tényleg egy tisztelgés az elődök előtt is, illetve hát nagyon sok szerepe van, hiszen az ostornak a hangja az eleve, hogy szokták mondani, az összekötötte régen is a földet és az eget, és mint egy villámcsapás kiegyensúlyozta az ott lévő energiákat. Hát ezen belül ugye kiemelt szerepe mindig az év vége, tehát amikor ugye búcsúztatjuk az új évet és az új évbe köszönt, és hát ennek a napnak az alkalmából idén is szeretnénk majd egy ostormenetet újra megszervezni, ami reményeink szerint most egy kicsit nagyobb létszámba történik majd, mint az eddigiekben. Már most is sokkal többen vagyunk, akik ebben részt vennénk, de szeretnénk kibővíteni és mindenkit bevonni, aki esetleg kedvet érez ehhez, illetve birtokolja az ostort olyan szinten, hogy be tud közénk állni. Hát ez annyit jelentene, hogy egy kicsit nagyobb távon, tehát most az edzőteremtől indulna ez a menet, és egészen a főtérig tartana majd.
És hát minden hagyományőrző, aki esetleg ehhez kedvet érez, illetve úgy gondolja, hogy ő erre képes, azt nagyon sok szeretettel várjuk. Ennek gyakorlatban majd lesz egy olyan része, ugye, hogy az én telefonszámomon lehet majd e felől érdeklődni, illetve jelentkezni, és decemberben lesz két közös próba, amikor egy kicsit összhangba hozunk mindenkit, és ezen a két próbán ugye meg kell jelenni, illetve ott azért bizonyságot kell adni annak, hogy ő birtokolja az ostort, hogy azért minden problémát elkerüljünk. És hát én úgy számoltam, hogy egy olyan 25 fő minimum össze fog jönni, ami azért már egy eléggé látványos, és azt hiszem, hogy nagyon mutatós dolgot fog tudni eredményezni. Ebből 20 fő lesz az, aki az Egyesület fog biztosítani, és hát remélem, hogy még nagyon-nagyon sokan fognak ehhez jelentkezni. Hát ezt mindenképpen elmondanám, hogy tényleg ugye az ostornak a megszólaltatása, pattogtatása, csattintás, illetve az azzal való haladás, az nagyon-nagyon régre tekint vissza, és még vannak olyan 19.-20. századi feljegyzések is, ahol például ugye haranghéján, például ostorral adták meg akár a végtisztességet, akár templomot avattak ostorral, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon fontos volt a magyar kultúrában is. Illetve hát a másik pedig amellett, hogy ugye megadjuk ezeket a tisztelgéseket azoknak, akik előttünk jártak, azért egy virtuskodás is, hiszen egy 5-600 méteren keresztül egyszerre csattintani az ostort, az bizonyos felkészültséget is igényel. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízok benne, ugye ennek volt már 2011 és 2010-ben is sikerült ugye ezt megvalósítani, hogy most ezt még egy kicsit tudjuk fokozni és emelni ennek a napnak a fényét is, illetve talán meg tudjuk mutatni azt, hogy tényleg nem csak a kínai petárdák és a különböző egyéb dolgok azok, amik fel tudják hívni a figyelmet, hanem egy ilyen régi szép magyar hagyomány is, ahol tényleg egy kicsit akár a rossz szellemeket, akár az adott teret meg tudjuk tisztítani egy ilyen eszközzel, ami azt hiszem, hogy a magyarság életében nagyon fontos volt.